Michael E. Gerber, a vállalkozás mítosza Fordította Dobravszki Júlia Apámnak, bár közöttünk lenne Köszönetnyilvánítás Szeretném kifejezni legmélyebb hálámat mindazoknak, akikkel együttműködve megszülettek a könyv gondolatai, és akik megírásában segítettek. Hálával tartozom drága feleségemnek, partneremnek és szerkesztőmnek, Eileen Gerbernek akinek üzleti vállalkozásunkban, közös életünkben megnyilvánuló céltudatossága, igazsághoz való ragaszkodása és munka szeretete nélkül nem létezne sem ez a könyv, sem a vállalkozásunk, sem a házasságunk. Hálával tartozom gyermekeimnek, Sanának, Kimnek, Hillarynek, Szemnek és Alex Oliviának, akik többet adtak nekem, mint amit kaptak tőlem abból, amit igazán csak egy apa tud megadni. Köszönettel tartozom munkatársaimnak, akikkel a Gerbernél együtt dolgoztunk és dolgozunk, akik elfogadták és magukénak vallják e könyv gondolatait, akiknek egymás iránti és ügyfeleink iránti elkötelezettsége értelemmel töltötte meg a szavakat, azokkal összhangban cselekedve akkor is, amikor úgy tűnt, nem lenne okuk rá. Köszönettel tartozom sok ezer ügyfelünknek is, akik bíztak cégünk őszinte segítő szándékában. Együttműködve velük legalább annyit tanultunk tőlük, mint ők tőlünk abban, hogy miként lehet kiválósággal pótolni az erőforrások szűkösségét. Hálával tartozom menyemnek, Nancy nek és sógoromnak, Bob Dreyfusnak. Bölcsességük, szeretetük és nagylelkűségük mélyebb hatással volt rám, mint gondolnák. Különös köszönettel tartozom Virginia Smithnek a Harper Business-től, akinek gondoskodása és megértő barátsága átsegített az írás borús pillanatain, akinek nyitott és segítőkész természete lehetővé tette számomra, hogy magyarázkodás és bocsánatkérés nélkül önmagam maradhassak, amikor ehhez a legkevésbé sem éreztem kedvet. Végül köszönettel tartozom minden olvasómnak, amiért észrevételeikkel és kérdéseikkel oly lelkesen támogatták munkámat. Köszönöm minnyájuknak a sok-sok segítséget. Előszó Lassan nyolc év telt már el a v első kiadása óta. Számomra ez a nyolc év igencsak mozgalmas volt. Rengeteg minden történt velem, családomban, vállalkozásomban, egész életemben. Sok csodálatos, sok jó és sok fájdalmas dolog. Ha igaz, amit Don Juan mond a Tales of power -ben, a mesék a hatalomrólban, mi szerint a hétköznapi ember és a harcos között az a különbség, hogy a harcos mindenben kihívást lát, a hétköznapi ember viszont áldást vagy átkot, akkor embertársaim többségéhez hasonlóan én sem vagyok mentes a bűntől, hogy hétköznapi ember vagyok. De olyan hétköznapi ember, aki néha napján, amikor Isten érdemesnek találja rá, hogy erőt adjon neki, felküzdi magát a harcos szintjére. E nyolc év alatt sok mindent átéltem. Közel a pénzügyi összeomláshoz, de voltak hihetetlen győzelmeim is. Kötöttem egy csodálatos házasságot Eilinnel, aki két kivételes gyermekkel ajándékozott meg, Szemmel és Alex Oliviával. Gyermekeim száma jelenleg már öt. Van közöttük kicsi, nagy, két évestől egészen 31 évesig. Lányom Kim és vejem John Hill voltából részen van a nagyapák örömében. Két unokával ajándékoztak meg a kis szarával és Elijah-val. Beutaztam a világot, száz és száz kis vállalkozónak tartottam előadásokat szerte a világon: Ausztráliában, Kanadában, Spanyolországban, Új-Zélandon, Japánban, Puerto Ricóban, Mexikóban, Indonéziában, és persze az Egyesült Államok majd minden nagyobb városában. Bárhová is utaztam, mindenütt figyelemmel és gondoskodással vettek körül. Ennek a nyolc évnek sok örömet, sok elismerést, sok kihívást köszönhetek, de sok bánatot, sok killódást, unalmat és keserű leckét is. Nehéz idők voltak ezek, különösen a magamfajta fiatal fickó számára, aki hajlamos rá, hogy fejjel menjen a falnak, tekintet nélkül a várható következményekre. Könyvem e mozgalmas nyolc év terméke, és persze a korábbi nyolc évé is mert cégünket, a Gerber Business Development corporation közel nyolc évvel a v első kiadása előtt alapítottuk. E cég működése szolgáltatta a könyvemhez szükséges anyagot és tapasztalatot. E tapasztalatoknak köszönhetően tudtam úgy megírni, hogy olvasóim talán joggal érezhetik majd, hozzájuk szól a könyv, az ő tapasztalataikat, az ő problémáikat mutatja be. Mi sarkalt arra, hogy megírjam könyvemnek ezt a második lényegesen átdolgozott kiadását? Amióta a V-Mitos megjelent, sok olvasóm és sok kisvállalkozó ügyfelem keresett meg azzal, pontosítsam a v elméletének bizonyos részeit, hogy ezeket sikeresebben tudják alkalmazni saját vállalkozásukban. A második kiadásban ennek próbáltam eleget tenni. Szeretném, ha könyvem segítené olvasóit, hogy tanulmányozva a benne foglalt gondolatokat és elveket, megújult erővel és céltudatos optimizmussal lássanak neki vállalkozásuk felvirágoztatásának. A fejezetek végén igyekeztem válaszolni azokra a legfontosabb kérdésekre, melyeket olvasóim tettek fel nekem a fejezet anyagával kapcsolatban. Erre a párbeszédes formát választottam. Beszélgető egy csodálatos hölgy, akit Szárának hívok, nem ez a valódi neve, és akivel egy rövidebb időt volt szerencsém együtt tölteni az elmúlt évben. Szára üzleti tapasztalata, türelme, intelligenciája és könyvem iránti lelkesedése segített, hogy kitérjek minden olyan témára, mely kisvállalkozással foglalkozó ügyfeleim részéről üzleti filozófiájuk és vállalkozásuk lényegi átalakítása során felmerült. Szára félelmei és kérdései kapcsán végső soron azokra a kérdésekre próbálok válaszolni, melyeket olvasóim és ügyfeleim fogalmaztak meg magukban a v olvasásakor. Remélem, hogy Szára személyisége és kérdései legalább annyira megnyerik majd a tisztelt olvasó tetszését, mint az enyémet annak idején. A Szárával való találkozás előtt azonban szeretnék kifejteni néhány gondolatot a kisvállalkozásokról és a kisvállalkozókról. Sokszor kérdezték már tőlem, mi az, amit a kiemelkedően sikeres vállalkozók tudnak, a többiek pedig nem. Válaszom mindig ez volt. Sok minden. A kisvállalkozókról szerzett tapasztalataim azonban megmutatták, hogy nem ettől a sok mindentől kiemelkedő a legtöbb kiemelkedő vállalkozás. A népszerű hiedelemmel ellentétben a kiemelkedően sikeres vállalkozók nem azért olyan sikeresek, mert sokat tudnak, hanem mert csillapíthatatlan vágyél bennük, hogy többet tudjanak. Megfordítva a dolgot, a munkánk során vizsgált legtöbb sikertelen vállalkozással nem az volt a baj, hogy a tulajdonosok nem tudtak eleget a pénzügyekről, a marketingről, a menedzsmentről, az üzleti műveletekről. Valóban nem tudtak eleget. Ezeket azonban könnyen meg lehet tanulni. A baj az volt, hogy idejüket nem erre fordították, hanem arra, hogy védjék azt, amiről úgy gondolták, tudják. A legkiválóbb üzletemberek viszont el vannak számba, hogy bármi áron, de megtanulják valóban úgy csinálni a dolgokat, ahogyan kell. És amikor azt mondom, úgy csinálni a dolgokat, ahogyan kell, ezen nem csak a szorosan vett vállalkozást értem. Azt értem rajta, hogy létezik számukra valami magasabb rendű, egy vízió, egy fenkölt cél, és ennek megvalósítását kell szolgálnia a megfelelően elvégzett dolgoknak. Létezik számukra egy erkölcsi bizonyosság, egy morális alapelv, egy egyetemes igazság. Ezzel nem azt mondom, hogy a kiemelkedő vállalkozók ezt így fogalmazzák meg. Sokan nem képesek erre. Még ha éreznek is rá hajlandóságot, akkor sem találnak megfelelő szavakat. Ennek ellenére ott él bennük ez a valami. Tükröződik a szemükben, sugározza a megjelenésük, kihallik a beszédükből. Másrészt, noha ezek az emberek mindig valami magasabb rendű után kutatnak, a legjobbak közülük hihetetlenül józanok. Szinte megszállottan ragaszkodnak a tényekhez, rendkívül gyakorlatiasak, mindig a földön járnak, és sosem szakadnak el életünk mocskos valóságától. Tudják ugyanis, hogy a vállalkozások nem azon buknak meg, hogy nem képesek valamiféle fenkölt elvisíkon szárnyalni. A pórusaikban érzik, hogy az apróságokon, a részleteken múlik minden. A telefonokon, az eladó és a vevő kapcsolatán, a raktár, a pénztár működésén és a többi semmiségen. Úgy tűnik az általam ismert nagyok ösztönszerűen rájöttek, hogy a magasabb célok elérése csak egy módon lehetséges. Ha figyelmüket azokra a látszólag lényegtelen és unalmas részletekre összpontosítják, melyek együtt teszik ki a vállalkozás egészét. És egész életüket is. Ezekből az apró, gyakran unalmas kis dolgokból, ezekből a megfelelő hozzáértéssel, megfelelő figyelemmel és megfelelő szívossággal elvégzett apró, unalmas dolgokból áll össze az a különleges eszencia, ami minden kiemelkedően sikeres vállalkozási jellemző vonása. Ez különbözteti meg azoktól a vállalkozásoktól, melyeknek tulajdonosai beérik a túléléssel beérik azzal, hogy valahogy átevickélnek a napjaikon. Igen, a legkiválóbb üzletemberek megkülönböztető jegyei közt ez a legfontosabb. Őket el tudja bűvölni az az egyébként valóban döbbenetes hatás, amit a kicsi, de pontosan és hozzáértően elvégzett dolgok gyakorolhatnak a világra. Ezt a könyvet ennek a bűvöletnek szenteltem. Könyvem útmutató azoknak, akik a kiemelkedő vállalkozás felépítését annak látják, ami a valóságban. Soha véget nem érő keresésnek, állandó küzdelemnek és együttműködésnek azokkal a körülöttünk és bennünk ható erőkkel, melyek hihetetlen változatosságukkal, végtelen újszerűségükkel, kimondhatatlan bonyolultságukkal nap mint nap ámulatba ejtik a köztünk élő igaz útkeresőket. Noha nyilvánvalónak tűnik, az az álmulat, az a bűvölet, melyet egy kiemelkedő vállalkozás felépítése során érzünk, nem ugyanaz, mint a siker varázsa. Legalábbis nem azért a sikeré, amire általában gondolunk. Azért a sikeré, ami olyan, mint egy célszalag átszakítása, mikor azt mondhatjuk magunknak, megcsináltam. A tapasztalat megtanított, hogy egy kiváló vállalkozás finisei egyben új szakaszok startvonalai. Ez a könyv nem a finisekről, hanem a startokról szól. A soha véget nem érő játékról, az élvezetes és szívderítő kezdetekről és folytatásokról. Gondolkozásunk és egész személyiségünk szünet nélküli fejlődéséről, létünk emberi voltáról, mely abból fakad, hogy benne élünk a mindenkori pillanatban. Hogy éberen érzékeljük mindazt, ami történik körülöttünk. Hogy minden porcikánkkal átéljük. Tapasztaljuk a valóságot. Meggyőződésem, hogy vállalkozásunk tükörként mutatja nekünk, kik vagyunk, mit tudunk, mire vagyunk képesek. Egy vállalkozás hiteles, közvetlen és azonnali képet szolgáltat nekünk önmagunkról. Megmutatom, hogy egy saját vállalkozás igenis lehet az igaz út, mely után oly sokan kutatnak életükben. Egy bölcs egyszer azt mondta: Ismerd meg önmagad. E figyelemre méltó mondáshoz csak annyit tehetek hozzá a felfedező útra induló kezdővállalkozónak. Jó utat és sok szerencsét! Kiegészíthetem ezt egy másik bölcsember tanulságos szavaival. Anthony Greenbank a The Book of Survival című könyvében ezt olvastam. Ahhoz, hogy megbírkozzunk egy reménytelen helyzettel, nincs szükségünk egy Grand Prix győztes reflexeire, Herkules izmaira vagy Einstein koponyájára. Csak arra van szükségünk, hogy mindig tudjuk, mit kell tennünk. Jó olvasást kívánok! Michael Egerber, Petaluma, Kalifornia, 1994. július Bevezetés Azt hiszem, minden üzletben van valaki, aki lépésről lépésre halad az őrület felé. Joseph, Something Happened ha kisvállalkozó vagy, illetve megfordult a fejedben a gondolat, hogy az légy, ez a könyv hozzád szól. Könyvem annak a sok ezer munkával eltöltött órának a tapasztalatait összegzi, melyet az utóbbi 17 évben a Gerber Business Development Corporation ügyfelek problémáinak megoldására fordított. Egy meggyőződést képvisel, mely több ezer kisvállalkozó ügyfelünkkel való együttműködésünk tapasztalatai alapján alakult ki és erősödött meg bennünk. Ez a meggyőződés a következő. A kisvállalkozások országunkban nagyon rosszul működnek. Noha a tulajdonosok nem látszanak ki a munkából, mégsem megy az üzlet. Arra is rájöttünk, hogy a kisvállalkozók jóval többet dolgoznak, mint amennyi feltétlenül szükséges lenne az általuk felmutatott eredményességhez. Valójában tehát nem az a probléma, hogy a vállalkozók nem dolgoznak, hanem az, hogy nem azt teszik, amit tenniük kellene. Ennek következtében a legtöbb kisvállalkozásban rövid időn belül káosz lesz urrá, kezelhetetlen, megjósolhatatlan és lehangoló állapotok alakulnak ki. Vesset pillantást a számokra. Az Egyesült Államokban megdöbbentően magas azon vállalkozások száma, melyek röviddel az indulás után megbuknak, és ez a szám egyre csak nő. Évente több mint 1 millió ember indít ilyen vagy olyan kisvállalkozást, és a statisztikák szerint az első év végén ezeknek mintegy 40%-a megbukik. Öt éven belül pedig mintegy 80%-uk, azaz 800 ezer kisvállalkozás megy tönkre. Ez azonban még nem minden. Ha egy kisvállalkozás túl is éli ezt a kritikus 5 évet, ez nem jelenti, hogy a következő időszakban nem éri végzetes csapás. A statisztikák szerint ugyanis az első kritikus öt évet átvészelő vállalkozások 80%-a a második öt év alatt bukik meg. Miért? Miért vállalkoznak olyan sokan csak azért, hogy utána csődbe menjenek? Mi az, amit nem tanultak meg ezek az emberek? Miért van, hogy noha szinte korlátlan ismeretanyaggal rendelkezünk arra nézve, hogyan lehetünk sikeresek a kisvállalkozásban, mégis olyan kevés a sikeres kisvállalkozás? E-könyv a fenti kérdésekre keresi a választ. Könyvem négy meghatározó fontosságú gondolat kifejtése. Ha ezeket valaki megérti és elfogadja, lehetővé válik számára, hogy egy hihetetlenül izgalmas és gyümölcsöző kis vállalkozást építsen fel. Rendkívül fontos gondolatok ezek, és aki figyelmen kívül hagyja őket, valószínűleg azon ezrek nyomdokaiba lép, akik óriási tőkét, energiát, gyakran egy egész életet fektetnek kis vállalkozásukba, hogy aztán tönkre menjenek, vagy néhány évig még vergődjenek, küzdve a puszta fennmaradásért. Az első gondolat. Létezik egy mítosz ebben az országban, én ezt V-mítosznak, a vállalkozás mítoszának neveztem el. Ez arról szól, hogy a kisvállalkozásokat olyan személyek indítják, akik a nagy nyereség reményében kockáztatják tőkéjüket. Ez egyszerűen nem igaz. A kisvállalkozások indítása mögött húzódó okoknak semmi közük a vállalkozói beállítottsághoz. Ellenkezőleg. Pontosan ez a tévhit, ez a vállalkozók körül teremtett mítosz az oka annak, hogy manapság olyan döbbenetes számban buknak meg kisvállalkozások. Nos, ez a rossz hír. De van egy jó hírem is. Akinek sikerül megértenie a kisvállalkozás mítoszának lényegét és egy könyv gondolatait, és ezeket alkalmazni is fogja kisvállalkozásának létrehozásánál és fejlesztésénél, annak sikere szinte garantált. A második gondolat? Az amerikai üzleti életben, de szerte a világon egy forradalomban kibontakozóban. Én ezt a kulcsra kész üzlet forradalmának neveztem el. E forradalom nem csak a vállalkozás természetét módosítja, hanem lényegi változásokat okoz abban is, kik kezdenek vállalkozni, hogyan vállalkoznak, és mekkora esélyük van a sikerre. A harmadik gondolat. A kulcsrakész üzlet forradalmának magját egy dinamikus folyamat alkotja, melyet a Gerbörnél vállalkozásfejlesztési folyamatnak neveztünk el. Ha ezt a koncepciót egy kisvállalkozó következetesen és céltudatosan alkalmazza, segítségével egy hihetetlenül eredményes szervezetet tud kiépíteni. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ha ez a folyamat átjárja a kisvállalkozás minden területét és irányítja annak fejlődését, a cég életerős marad és gyorsan fejlődik. Ha viszont egy kisvállalkozó nem vesz tudomást a -e folyamatról, és a legtöbben sajnos ezt teszik, akkor elkötelezi magát a szerencse vezérelte menedzsment mellett, ami aztán rövid időn belül az üzlet stagnálásához, majd bukásához vezet. A negyedik gondolat A vállalkozás fejlesztési folyamat koncepciója olyan, hogy minden kis vállalkozó alkalmazhatja rendszeresen, lépésről lépésre átültetve a gyakorlatba a kulcsrakész üzletforradalmának elveit. A folyamat így módon az eredményesség és a dinamikus üzletfejlesztés prognosztizálható útjává válik bármely kisvállalkozás esetében, melynek tulajdonosa hajlandó megfelelő időt és figyelmet szentelni neki. Amióta 1977-ben megalapítottuk a Gerber Business Development Corporation-t, több mint tízezer kisvállalkozónak voltunk segítségére a vállalkozás fejlesztési folyamatra épülő módszer alkalmazásában. Közülük sok ezernek közvetlen közelről figyelhettem meg a felemelkedését. Megmerem kockáztatni a kijelentést, hogy egyetlen más szervezetnek sem volt alkalma több tapasztalatot szerezni a kulcsrakész üzletforradalma és a vállalkozás fejlődési folyamat elveinek gyakorlati alkalmazásában, mint nekünk a Gerbernél. Ez a módszer nem csodaszer. Alkalmazása kemény munkát igényel, ami azonban megtérül, mert eredményt hoz az egyetlen olyan munka, amely biztosíthatja, hogy magad határozd meg vállalkozásod jövőjét. Mi több, ez a munka megváltoztatja az üzleted, sőt, az egész életed. Ez a könyv tehát arról szól, hogyan érhetünk el eredményeket. Nem egyszerűen arról, hogyan kell csinálni. Tudjuk már, hogy az ilyen könyvek csak rendszerességet, lényegretörést és konstruktivitást tükröző szemlélet mellett működnek. A szemlélet pedig nem módszer, hanem ember kérdése. Az embereket az sarkalja munkára, ha van egy világos elképzelésük, melyért érdemes dolgozni, és tisztában vannak azzal is, mit kell csinálniuk. A hogyan kell csinálni pedig csak akkor nyer értelmet, ha egy ilyen elképzelés egész gondolkodásunk és irányító munkánk szerves részévé válik. Ez a könyv pontosan ilyen elképzelésről szól. Egy elképzelésről, mely szerint vállalkozásod nem más, mint annak tükre, amilyen magad vagy. Ha slampos vagy, vállalkozásod is lampos lesz. Ha szervezetlen vagy, vállalkozásod is szervezetlen lesz. Ha kapsi vagy, alkalmazottaid is kapzsiak lesznek, önmagukból egyre kevesebbet adnak az üzletedbe, közben egyre többet fognak követelni tőled. Ha keveset tudsz arról, mihez kezdhetsz a vállalkozásoddal, vállalkozásod tükrözni fogja a korlátaidat. Ha tehát vállalkozásodnak változnia kell, ha azt akarod, hogy felvirágozzék, először neked kell megváltoznod. Mert amíg te magad nem vagy hajlandó változni, vállalkozásod sem lesz képes azt nyújtani neked, amit vársz tőle. Az első, amin változtatnod kell, az üzletről alkotott elképzelésed. Az, hogy szerinted mi egy vállalkozás és mitől működik. Ha sikerült ezt megértened, és már tudod, hogy az eredményes működtetéshez milyen kapcsolatnak kell lennie a tulajdonos és üzlete között, ez vállalkozásodnak, de egész életednek új tartalmat, új vitalitást fog kölcsönözni. Arra is rájössz, miért nem kapják meg legtöbben a vállalkozásuktól azt, amit várnak tőle. Feltárulnak előtted azok a szinte korlátlan lehetőségek, amelyek mindenki számára adva vannak, aki kisvállalkozását szakszerűen, igazi hozzáértéssel és a megfelelő eszközökkel irányítja. Ezerszer és ezerszer volt módom tapasztalni ezt az elképzelhető legkülönbözőbb területeken, olyan emberekkel, akik előtte semmit sem tudtak a vállalkozásokról. Azt kívánom, hogy e könyv elolvasása számodra is egy ilyen felemelkedés kiinduló pontja legyen. Első rész A v -mítosz és az amerikai kisvállalkozás Első fejezet A vállalkozás mítosza Elkábítják magukat munkával, ezért nem látják, milyenek valójában. Aldous Huxley a v a vállalkozás mítosza. Eredete a messze múltba nyúlik, és szorosan összefonódik a hősiesség gondolatával. Képzeld magad elé a tipikus vállalkozót. Mit látsz? Egy igazi herkulesi víziót, egy magányos hőst, amin tomboló viharban, dacolva az elemekkel, leküzdve a szinten leküzdhetetlen akadályokat, kapaszkodik felfelé egy égbetörő meredek sziklafalon. Mindezt azért, hogy megvalósítsa nagy álmát, egy saját vállalkozást. A legenda árasztja magából a fenköltséget, az ember feletti erőfeszítés csodálatát, a kozmikus léptékű tettek iránti vágyakozást. Nos, lehet, hogy létezik ilyen vállalkozó, de tapasztalatom szerint nem sok. Abból a sok ezer üzletemberből, akiket az utóbbi két évtizedben, vagyis amióta ezen a területen dolgozom, szerencsém volt megismerni, kevés volt az ilyen valódi vállalkozó. A felvázolt kép a legtöbb esetben nem más, mint a múlt emléke. A sziklamászáshoz való kedv idővel magasságtól való félelemmé változott. A sziklafal pedig fogódzóvá, amibe kapaszkodni kell, nem pedig megmászni. Az öröm helyére a kimerültség lépett. Azt jelenteni ez, hogy nem volt mindegyikük vállalkozó? Végül is saját vállalkozásba fogtak, kellett, hogy legyen egy álmuk, mely arra ösztönözte őket, hogy ekkora kockázatot vállaljanak. Ha viszont így volt, hol van most ez az álom? Miért tűnt el? Hol van az a vállalkozó, aki annak idején elindította az üzletet? A válasz egyszerű. Az a vállalkozó csak egy rövidke pillanatig létezett. Egyetlen rövidke pillanatig. Aztán eltűnt a legtöbb esetben örökre. Ha a vállalkozó netán túl is élte ezt a pillanatot, léte akkor is csupán egy mítosz, mely egy vállalkozáshoz kapcsolódó tévhitből származik. Ezért a tévedésért már sokan drágán megfizettek ebben az országban, többen, mint gondolnánk. Elvesztegetett erőforrások, elszalasztott lehetőségek, elfecsérelt életek. Nagy ár egy tévhitért. Ezt a mítoszt, ezt a tévhitet nevezem én V-mítosznak, a vállalkozás mítoszának. Ez a mítosz abban a romantikus hitben gyökerezik, hogy a kisvállalkozásokat vállalkozók indítják, holott a legtöbb esetben nem így van. De hát akkor kiindít kis vállalkozásokat. És miért? A vállalkozási láz Hogy megértsük a vémítoszt és a tévhit gyökereit, vizsgáljunk meg közelebbről valakit, aki vállalkozásba fog. Nem azután, hogy már belefogott, hanem előtte. Erről jut eszembe, mit csináltál te, amikor saját vállalkozásba fogtál, vagy ha csak most fontolgatod, mit csinálsz most? Nos, ha hasonló vagy azokhoz, akiket ismerek, valaki másnak dolgoztál. Milyen munkát végeztél? Gondolom valamiféle szakmai munkát, mint általában mindenki, aki vállalkozást indít. Lehettél asztalos, technikus vagy mozdonyvezető. Esetleg könyvelő, kutyakozmetikus, műszaki rajzoló, fodrász, programozó, orvos, grafikus művész, könyvvizsgáló, belső építész, vízvezetékszerelő vagy eladó. De bármit is csináltál, a szakmai jellegű munka volt. Abban is biztos vagyok, hogy jól csináltad, de mégis valaki másnak dolgoztál. És akkor egy napon minden különösebb ok nélkül egyszer csak történt valami. Ez lehetett időjárásváltozás, születésnap, gyereked érettségie, a péntek délután megkapott fizetésed vagy főnököd rosszalló pillantása. De lehet, hogy csak úgy érezted, főnököd nem igazán értékeli hozzájárulásodat vállalatának sikeréhez. Lehetett bármi, nem érdekes. De egy napon, minden különösebb ok nélkül, hirtelen elkapott téged a vállalkozási láz. És attól a naptól kezdve megváltozott az életed. Megszólalt benned egy belső hang. Miért csinálom ezt? Miért dolgozom ennek a fickónak? Az ördögbe is. Én is tudok annyit az üzletről, mint ő. Sőt, ha én nem lennék, neki nem is lenne üzlete. Minden tökkel ütött képes irányítani egy üzletet, és én is egy ilyennek dolgozom. Abban a pillanatban, hogy felfigyeltél a -e belső hangra, és komolyan fontolóra vetted a dolgot, sorsod megpecsételődött. Attól a pillanattól kezdve állandóan ott kísértett benned a kötelékek elszakításának izgalmas lehetősége. A függetlenné vállás gondolata nem hagyott nyugodni. Az elképzelés, hogy saját főnököd légy és csak magadnak dolgoz, ellenállhatatlan vágyat ébresztett benned a függetlenség iránt. És ha egyszer valakit már elkapott a vállalkozási láz, többé nincs menekvés. Nem szabadulhatsz tőle. Bele kell fognod egy saját vállalkozásba. A végzetes feltevés ha elkapott a vállalkozási láz, te is áldozatul fogsz esni az ember által kigondolható feltevések legveszélyesebbikének. Minden szakember, aki vállalkozásba fog, erre a feltevésre épít. Ez a feltevés végigkíséri a vállalkozást a grandiózus nyitástól a felszámolásig. Ez a végzetes feltevés a következő. Ha értesz egy üzlet szakmai oldalához, akkor értesz a vállalkozáshoz is, ami lehetővé teszi ezt a szakmai munkát. Miért végzetes ez a feltevés? Azért, mert hamis. Sőt, elfogadása a legtöbb kisvállalkozás bukásának legfőbb oka. Valójában egy üzleti vállalkozás keretében végzett szakmai jellegű munka és a szakmai jellegű munkát lehetővé tevő üzleti vállalkozás két teljesen eltérő dolog. A szakember azonban, aki vállalkozásba fog, nincs tisztában ezzel. A vállalkozási láztól szenvedő szakember számára a vállalkozás nem egy üzleti vállalkozás, hanem munkahely, ahová dolgozni jár. Így lesz az asztalosból, a műszerészből és a vízvezetékszerelőből vállalkozó. A fodrász saját fodrászszalont, a kozmetikus pedig saját szépségszalont nyit. A villamosmérnök félvezető gyártásban vállalkozik, a zenész zeneműboltot nyit. És mindegyikük mélyen meg van győződve arról, hogy kiváló szakmai felkészültségük önmagában garantálni fogja, hogy vállalkozásuk kimagaslóan sikeres legyen. Ez súlyos tévedés. Szaktudásuk valójában a vállalkozás legnagyobb terhe, nem pedig értékes erőforrása lesz hiszen ha a szakember nem tudná, hogyan kell a szakmai jellegű munkákat elvégezni, kénytelen lenne megtanulni, miként végeztesse el azokat másokkal. Rá lenne kényszerítve, hogy megtanulja magát a vállalkozást működtetni, ahelyett, hogy maga végezni el a munkát. Az igazi tragédia az egészben az, hogy a végzetes feltevés rabjaként a vállalkozót saját vállalkozása fogja szolgasorba taszítani pontosan az a vállalkozás, amely eredetileg azt a célt szolgálta, hogy felszabadítsa őt a másoknak végzett munka kötelezettsége alól. A szakmai munka, melynek kiváló művelője, hirtelen egy lesz a több tucat olyan munka mellett, melyekben viszont teljesen kezdő. És noha a vállalkozási láz indította a vállalkozást, a szakember fog benne dolgozni, nem a vállalkozó. Ekkor a vállalkozó nagy álma hirtelen a szakember rémálmává változik. Nézd a fiatal nőt, ahogy pitét süt. Nézd a fiatal nőt, ahogy pitesütő vállalkozásba fog. Nézd a fiatal nőt, ahogy öreg nő lesz belőle. Amikor Szárával találkoztam, már három éve dolgozott saját vállalkozásában. Erről így beszélt. Ez volt életem leghosszabb három éve. Szára vállalkozásának a minden tudó Pite nevet adta. Valójában azonban Szára gondja nem a minden tudó Pite volt, hanem a munka. A munka, melyet Szára végzett. A munka, melyet Szára annak idején mindennél jobban szeretett. És a munka, melyet azelőtt sohasem végzett. Igazából nem csak a rengeteg munkát gyűlölöm, tárta a szét karját a kisboltban, ahol álltunk, hanem már gyűlölök, hangsúlyozta majdnem vadul, igen, gyűlölök pitét sütni rá se bírok gondolni. Ki nem állhatom a szagát, a látványát, pedig régen annyira szerettem. Elsírta magát. A frissen sült pite édes illata betöltötte a levegőt. Reggel hét óra volt, harminc perccel a mindentudó pite nyitása előtt. Szára gondolatai azonban máshol jártak. Hét óra van, mondta könnyeit kötényébe törölve. El tudod képzelni, hogy már hajnali három óra óta itt vagyok, és ehhez kettőkor kell felkelnem. El tudod képzelni, hogy mire megsütöm a pitéket, kinyitom, kiszolgálom a vevőket, kitakarítok, bezárok, bevásárolok, elszámolok és lezárom a pénztárat, elmegyek a bankba, megvacsorázom, és a holnapi sütéshez előkészítem a pitét már este 10 óra, amikor minden normális ember számára már véget ér a nap. De akkor nekem még le kell ülnöm, hogy kitaláljam, egyáltalán miből fogom kifizetni a jövő havi bérleti díjat. És mindez miért? Mondta fáradtan széttárva karját, mintha hangsúlyozni akarna mindent, amit eddig mondott. Azért, mert az én legjobb barátaim annak idején azt mondták, hogy tiszta őrült vagyok, ha nem nyitok egy piteboltot, hiszen átkozottul jó pitéket tudok sütni. És ami még ennél is rosszabb, hittem nekik. Ebben láttam a kiutat, hogy megszabaduljak a szörnyű állásomtól, szabad legyek, és azt a munkát végezhessem, amit annyira szeretek, csak magamnak könnyeivel küszködött, én azonban nem akartam félbeszakítani. Szerettem volna hallani a történet folytatását. Ehelyett azonban óriásit rúgott az előtte lévő nagy fekete kemencébe. A fenébe tört ki belőle, a fenébe, a fenébe, a fenébe. Sújtadva az elmondottaknak, ismét belerúgott a kemencébe. Aztán hirtelen kétségbeesett hallgatásba zuhant. Nagyot sóhajtott, és átkulcsolt kezével, szinte kétségbeesve ülelte át a vállát. – Most mit csináljak? – mondta majdnem suttogva. – De nem is igazán engem kérdezett, hanem inkább magát. Neki támaszkodott a falnak, és szótlanul a cipőjét bámulta. Így állt még egy jó ideig. A nagy fali óra hangosan ketyegett az üres üzletben. Hallani lehetett, ahogy a forgalmas utcán egyre több autó hajt el az üzlet előtt. A város csak most ébredezett. A felkelő nap vakító sugarai behatoltak a ragyogóan tiszta kirakaton, és csillogóvá varázsolták a sötét tölgyfapadlót. A fényben láthatók lettek a szállongó porszemek milliói, melyek úgy lebegtek, mintha arra várnának, hogy Szára végre mondjon valamit. De ő csak hallgatott. Arra gondolt, hogy nyakig el van adósodva. Minden pénzét befektette, sőt, kölcsönt is felvett, hogy felépíthesse ezt a csodálatos kisboltot. A padló a legjobb minőségű tölgyfából készült, a kemencék az akkor kapható legjobbak voltak. A kirakat elragadó volt, ennél szebbet elképzelni sem lehetett. Szívét-lelkét beleadta az üzletbe, ugyanúgy, ahogy a pitékbe, melyeket sütött. A pétesütés mesterségébe már kislánykorában beleszeretett, amikor velük lakó nagynénje először avatta be őt a titokba nagynénje mindig gondoskodott arról, hogy a konyhát betöltse a frissen sült pite édes illata. Ő vezette be szerát a pitesütés rejtelmeibe, hogyan kell jó tésztát gyúrni, hogyan kell kitisztítani a kemencét, hogyan kell a lisztet szórni, hogyan kell előkészíteni a tálcákat, és hogyan kell gondosan felvágni a tölteléknek való almát, medgyet, rebarbarát vagy barackot. Ezt a munkát csak teljes szívvel lehetett végezni. Nagynénje mindig rázolt szárára, ha a lány sietve, csak septében csinálta a dolgokat. Mindig újra és újra elmondta neki. Szára kedvesem, rendelkezünk a világ mindenség minden idejével. A pitesütés nem azt jelenti, egyszerűen megcsinálni egy dolgot. A pitesütés a pite sütése. Szára akkor még azt hitte, hogy érti. De most. Most már tudta, hogy a pitesütés akkor számára még igenis azt jelentette, egy dolgot megcsinálni. Most a pitesütés már mást jelentett. Számára semmit. Legalábbis ő így gondolta. Az óra továbbra is hangosan ketyegett, láttam, ahogy még inkább magába roskadt. Tudtam, milyen nyomasztó érzés lehetett ennyire eladósodni, és szembesülni azzal a tényjel, hogy senki sincs, aki segítsen. Hol van most a nagynéni? Ki mondja meg, mit tegyen? Szára, mondtam olyan tapintatosan, ahogy csak tudtam. Azt hiszem itt az ideje, hogy előről kezd a Pitéről szóló tanfolyamot. A vállalkozási láztól szenvedő szakember fogja a munkát, amit annyira szeret, és munkakörré változtatja. Sőt, ami még rosszabb, a munka, amit szeretett, valami más lesz fárasztó napi teendővé alacsonyodik a sok zűrzavaros, rosszul ismert vagy teljesen ismeretlen, ezért kellemetlen napi teendők egyikeként. Egyszerűen csak egyike lesz a több tucat feladatnak, melyeket el kell végezni, hogy egyáltalán menjen az üzlet. Ezért aztán ahelyett, hogy ez a munka az a sajátos és konkrét tevékenység lenne, mely táplálja a szakember önbecsülését, ahelyett, hogy ez a munka megmaradhatna annak a tevékenységnek, amelyben a szakember igazán profinak érezheti magát, és aminek ismeretére alapozta egész vállalkozását, és melytől tényleg az egész üzlet függ, nos, ez a munka lealacsonyodik, triviálissá, Kényszerű teendővé válik, melyen túl kell esni, melyet mindenképpen el kell végezni, hogy legyen idő a többi munkára. Mondtam, Szárának hozzá hasonlóan minden vállalkozási láztól szenvedő szakember átesik ezen. Először határtalan boldogság, majd félelem, aztán végkimerültség, végül kétségbeesés. Micsoda veszteségek? Nem csak azt veszítik el, ami a legdrágább nekik, munkájukhoz fűződő szerető kapcsolatokat, hanem valami mást is. Céljukat. Önmagukat. Az a vállalkozás, melyet azért hoztak létre, hogy több vitalitást vigyen életükbe, megfosztja őket mindentől, ami addig az övék volt. Még önnön lényüktől is. Szára megkönnyebbüléssel pillantott rám. Látta, hogy értem, és nem ítélkezem. "De már jól ismersz, mondta. Most mit tegyek? Ha eljön az ideje, megteszed, amit kell, válaszoltam. De itt nem a benned munkáló szakember az egyetlen probléma, amelyel szembe kell nézned. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásában. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.